Ezen a héten a csúcspontunk a Bibóból jelentkezik, és amint látjátok, egy különleges tárgy foglal helyet jelenleg az aulában. Lányok fogják, ez az úgynevezett Golden Fish díj, de hogy pontosan mit is kell erről tudni, és hogy miért kapták meg az idejáró diákok, azt fogjuk most megkérdezni a hölgyektől, akiket úgy hívnak, hogy... Suba Noémi, Mátyus Eszter, Zsebi Dóra. Mesélj, légy szíves, nálad van ez a csodálatos díj. Egyáltalán mit formáz ez meg, mit látunk nálad? Hát szerintünk ez egy bálnát formáz meg, de igazából nehéz kivenni. Hogy néz ki ez a bálna? Talán itt ez mi ez a szája, vagy mi ez? Igen, ez a szája. A szemét láthatjuk még. Egy víz en helyezkedik, vagyis hát valami olyasmi. És egy tábla látható rajta, amiért elnyertük. Na és miért nyertétek el, hiszen gondolom nem horgászversenyen sikerült első helyet elérnetek, egészen más produkcióval lettetek ti díjazottak. Tavaly március 15-én készítettünk egy műsort, amit felvettek videóra a diákok, és ezt felraktuk a YouTube-ra, és ennek alkalmából nyertük meg. Mi volt ennek a műsornak a része, hogyan emlékszel vissza, mit csináltatok itt az iskolában? Mi például az osztályommal egy mozgóképet formáztunk Petőfi Sándor és Kölcsei Ferenc képében, és mögöttünk még az idősebb évfolyamok zászlókkal csináltak egy műsort. Miért volt ez számotokra kihívás, vagy miért volt jó ebben részt venni, hogy nem egy hagyományos március 15-i műsor volt, hanem ilyen egészen formabontó? Hát nehézség is volt, mert ezt a mozgóképet, ezt külön-külön kis kockánként kellett nekünk összerakni, és így elég nehéz volt, hogy összeálljon az egész kép. De egyébként nem volt nehézség, és nagyon jó volt ebbe szerepelni. Aztán, ahogy említetted, ezt rögzítettétek videóra, feltöltöttétek a netre, és aztán valamennyi idő elteltével jött a hír, hogy ti nyertetek? Igen, meghívást kaptunk Ceglédre a díjátadóra, ahol vettük át ezt a Golden Fish-t. Ti voltatok ott a díjátadón, milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek, mi volt ott a helyszínen? Nagyon sokan voltak, a hangulat is nagyon jó volt, együtt szavaltunk, és utána kaptuk meg a díjat, könyvutalványt kaptunk, könyveket, és még másmilyen utalványokat is, például a Nemzeti Múzeumban. Mit szavaltatok együtt, mi volt ez a közös szavalás? Elszavaltuk a himnuszt, a Kossuth Nótát és Füle Lajostól a Tégy Uram Engem című verset is. Akkor ez most a Magyar Kultúra Napján volt a díjátadó. Igen, igen. Na és hogyan tovább, hiszen gondolom, hogy szeretnétek máskor is ilyen formabontó műsorokban részt venni, hogyha lesz lehetőség, akkor terveztek bármit, esetleg van már a fejetekben olyan ötlet, amit megvalósítanátok? Idén ezt ki fogjuk hagyni, ezt az eseményt, tehát most nem fogunk készíteni egy videót, de szerintem a jövőben elképzelhető lesz. Guten Tag, körülbelül ennyiben kiismerül a német tudásom most így jelen pillanatban, viszont a mellettem ülő hölgyek sokkal-sokkal ügyesebbek német nyelvből, mert hogy ilyen jellegű versenyen voltak. Kérünk szépen egy-egy bemutatkozást. Kertész Kalina. Tapadi Janka. Meséljetek, légy szíves, hogy egyáltalán mióta tanultok német nyelvet? Hát én 4. osztály óta. És... Emellett van angol is, vagy csak a német? Hát most csak a német, és itt latin tanulunk. Miért éppen a német? Ezt te választottad annak idején, vagy a szüleid javasolták, hogy inkább akkor ne az angol legyen, hanem a német, mert ez azért mindig ilyen visszatérő kérdés a gyerekeknek, hogy angol vagy német legyen. Hát igazából gondolkoztunk rajta, akkor én választottam a németet, mert rokonaink is laknak Németországban, és akkor így jött az ötlet. Ó, hát akkor nagyon jó. Vagy már olyan szinten, hogy kommunikálsz velük rendszeresen, tehát megértitek egymást? Igen, meg hát ők is tudnak magyarul. Ja, hát az meg akkor úgy külön jó, úgy még lehet, hogy nekem is menne. És te mióta vagy németes? Én óvodás koromban, nagycsoportos koromban tanultam németet, és utána első osztálytól kezdve, és most is ezt tanulok. Mennyiben könnyíti az meg szerinted egy nyelv megtanulását, hogyha akár már óvodás korban megismerkedik az adott nyelvvel egy kisgyerek? Igazából nem sok dolgot tanultunk, csak pár ilyen állatot, alapkifejezéseket, de szerintem jó volt. Megélveztem is, tehát így megszerettették velem a németet. Neked a német mellett van-e másik nyelv, amit még tanulsz? A latin, amit itt a suliban tanulok. És ugye voltatok most a közelmúltban egy versenyen mind a ketten. Mit lehet erről tudni, milyen verseny volt ez? Ez egy városi verseny volt. Itt a kiskunhalasi iskolákban jöttek gyerekek, és köztünk volt verseny. És egészen első osztálytól 8-ig voltak. Különböző korcsoportokban? Igen, volt helyezés a kicsiknél is, és a nagyoknál is külön.
Milyen jellegű feladatokat kellett megoldani egyáltalán? Ez írásbeli volt, vagy szóbeli? Ez vers és prózamondó verseny volt, tehát nem kellett ilyen feladatokat megoldanunk, csak szabálnunk kellett, illetve prózát mondani. Én prózát mondtam, és nekem nagyon tetszett. Mi alapján választottad ki a művet, amit betanultál erre a versenyre? Nekem a tanárnőm segített választani, és én nekem is tetszett, mert apukám segített lefordítani a szöveget, és nagyon tetszett, vicces próza volt. Na, és miről szólt nagy vonalakban? Egy emberről, aki vásárolt egy mosógépet, mert azt hallotta, hogy az abba piszkosan bekerül az ember, és tisztán jön ki belőle. És arról szól, hogy hogyan ül bele a mosógépbe, hogyan mossa ki magát, és hogy a végén mennyire örül, hogy egy teljes automata mosógépet vásárolt, mivel a mosógép magától leállt, és kiszállhatott belőle. Kreatívak ezek a német emberek, ilyen történeteket ki tudnak találni. Te mivel készültél a versenyre? Én egy verssel készültem, ami a hétről szólt, hogy az ember hogy halogatja a dolgait, hogy mennyire nem szeret dolgozni, és hát ez is olyan vicces vers volt. Milyen helyezéssel sikerült ezt a versenyt zárnotok? Én harmadik lettem. Én pedig első, és aminek nagyon örülök, hogy a húgom is első helyezett lett a saját kategóriájában. Gratulálok, hát akkor ez családi vonás nálatok, úgy látszik, hogy ennyire jól megy a német nyelv. Hogyan tovább, vannak-e a nyelvtanulás területén olyan célok, amit mindenképpen meg szeretnétek valósítani még itt bibós korotokban? Én szeretnék nyelvvizsgát, és szerintem középfokút németből, azon kívül angolból is szeretnék. Azt még nem tudom, hogy, hogy miért és hogy hogyan. Nálad hogy állnak a tervek? Hát én is szeretnék nyelvvizsgát, és gondolkoztunk már rajta, jó lenne, ha kijuthatnánk Németországba is, és én is az angolt is szeretném tanulni. Eddig én azt gondoltam, hogy a bolyai versenyből csak matematika van, aztán most kiderült, hogy magyar nyelvből is lehet versenyezni, ez már sokkal közelebb állna a szívemhez, mint hogy a mellettem álló diákok is sokkal jobban szeretik szerintem ezt a tárgyat, de majd ezt ők elmondják, először is egy bemutatkozást kérek szépen. Slavkovszki Robin vagyok. Frank Panna. Mondd ki még egyszer a neved. Slavkovszki Robin. Nagyon kemény. Ez óvodáskorodban jól lehetett így bemutatkozni, mikor megkérdezték. Kiváló nyelvtörő. Kiváló nyelvtörő volt. Oké, de most beszélgessünk inkább a versenyről, tehát akkor most már magyar is van a bolyai versenyekből, mint kiderült. Igen, 3 éve rendezik meg a mi évfolyamunk számára, tehát 11-12. Évfolyam mosóknak. Hát ugye bekerültünk a körzetben elsőként, és utána mentünk az országos döntőre, ahol 144 csapatból 7. helyezést sikerült elérnünk. Ez nagyon fantasztikus. 4-en vagytok most itt ebből a csapatból, 2-en most erről meséltek nekünk. Hogyan zajlott a felkészülés? Egyáltalán lehetett-e tudni, hogy milyen jellegű feladatokra kell készülni? Hát az előző éveknek a feladatjait a tanárnő segítségével néztük át. A felkészítő tanárunk az Kovács Erika tanárnő volt, és az ő segítségével ilyen irodalmi és nyelvtani dolgokról beszélgettünk. Jól éreztem, amit itt az elején mondtam, hogy a magyar közelebb áll a szívetekhez, mint a matek, vagy mindet ugyanúgy szeretitek? Hát inkább, mert ugye mi 9-esek voltunk, és humán irányban indultunk el, és akkor hát ez egy picit természetesen közelebben áll a szívünkhöz. Na és ha már ugye az előző évek feladatait néztétek, akkor mik voltak azok a főbb feladattípusok, amikre tudtatok készülni? Hát voltak ezek, amikor híres költők, íróknak a nevét ki kellett egészíteni, és akkor bizonyos kérdésre kellett válaszolni, hogy éppen melyik korszakban élt, vagy hol lakott, vagy éppen Pesten halt-e meg, tehát ilyesmi feladattípusokra számítottunk. Amikor megtudtátok, hogy van ez a verseny lehetőség, akkor kérdés volt számotokra, hogy ott szeretnétek lenni, vagy egyértelmű volt, hogy kipróbáljátok magatokat? Hát először nem voltunk benne biztosak, utána úgy döntöttünk, hogy ha már eljutottunk idáig, akkor utána már mindent megteszünk azért, hogy tovább jussunk. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek magán a versenyen, amikor ott voltatok? Nagyon érdekes volt, és sok olyan tapasztalatot gyűjtöttünk, amit majd a későbbiekben is fogunk tudni kamatoztatni, ugyanis nagyjából olyan feladatokat adtak nekünk, ami akár az érettségén is várható. Gondolom, hogy akkor nem reál vonalon lesz majd a továbbtanulás sem, annak idején maradtok a humán vonalon. Milyen irányban szeretnél majd elhelyezkedni? Hát ez egy kiváló kérdés. Ugye én műszaki beállítottságú vagyok, és szeretem nagyon, imádom a fizikát. Úgyhogy gondolkozok a Mercedes gyárban, hogy ott ilyen autóelektronikai dolgokkal foglalkozni. És közben egy-két nyelvi fejtörőt is megoldod. Persze, egyértelmű. Nálad, te is az autóiparban képzeled el a jövődet? Nem, én maradok a humán osztályon, én óvónő szeretnék lenni.
Kijöttünk a szabadba, mert hogy a Bibóban nem csak az iskolán belül, hanem az iskola falain kívül is történnek az események. A mellettem látható két diák szintén az előbb már említett Bólya is csapat tagja volt, viszont most nem a versenyről beszélgetünk velük, hanem egy egészen más kezdeményezésről. Először is a neveteket légy szíves áruljátok el. Németh Zsolt. Réter Krisztina. Egy tábortüzet gyújtottatok itt az iskolánál, na de milyen célból, mi is ez pontosan, ez a hatalmas mágia? A fő célja a fél év lezárása volt, és egy borítékból összegyűjtöttük a rossz gondolatainkat és dolgainkat, és azt elégettük rajta, és ezzel szimbolizálva, hogy lezártuk ezt a fél évet. Hú, hát ez nagyon sok info volt, így egyszerre menjünk szépen sorban, tehát lezárult a fél év, értékeljünk egy picit, milyen volt az első fél év. Hát elég izgalmas, sok dolgot kellett tanulni, mivel 11-esek vagyunk, és így most a faktok miatt is. Ti gondolom akkor humánosok vagytok, hogyha ott voltatok ezen a bólyai versenyen. Csak a humán vonalon mozogtok előszeretettel, vagy azért érdekel például a matek, fizika, kémia is? Hát inkább csak a humán. Nálad hogy van ez? Én is csak a humán. És a te szempontodban milyen volt az első fél év? Maradjunk akkor csak a humános tárgyaknál? Hát... A humán az jó. Tényleg maradjunk ennyivel, a humán az jó, és hát, hogy ezzel szeretnék tovább menni is, tehát ezt tartom fő célnak. Aztán ugye, amint említettétek, meggyújtottátok ezt a hatalmas mágiát, és rossz gondolatokat égettetek el. Mik kerültek ezekre a papírokra nagy vonalakban? Például ti személy szerint mit írtatok föl? Hát én kicsit úgy a lustaságomból szeretnék lejjebb adni, és ezt írtam rá. Én csak a lustaságot, és hogy több szorgalom legyen. Miben merül ki ez a lustaság? Kicsit kevesebb házi feladat készül el, mint kellene, vagy lassabban, vagy miben mérhető ez a mindennapokban? Hát igen, megpróbálom félretenni az olyan tantárgyat, ami annyira nem számít. Ami nem humán. Igen, ami nem humán, azt félreteszem. Hogyan láttátok itt a diákok, mennyire élvezték ezt a rendhagyó kezdeményezést, hiszen korábban nem volt még ilyen itt az iskolában? Szerintem mindenki örült neki és élvezte. Mennyi időtök volt kitalálni ezeket a gondolatokat? Bementek a tanterembe, és akkor mondták, hogy na most akkor gyorsan mindenki ír a papírra, vagy azért át tudtátok gondolni, hogy ki mitől is szeretne megszabadulni? Hát fizika órán tanár úr behozta nekünk, letette az asztal elénk, ráírtuk, és végül is begyűjtötte, tehát nem nagyon mindenkinek meg volt már fejében ez, hogy mi a rossz. Tudtad egyből, hogy a lustaságból igen, kellene igen, leadni? Igen, igen. Gondolom, hogy akkor ez visszatérő probléma így nálad. Igen, egy pár éve. Na, és akkor azt mondtad, hogy humán vonalon szeretnél tovább tanulni, felmerül a kérdés akkor, hogy milyen célokkal, mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel? Fú, hát ezt így még nem tudjuk, nagyon sok minden akartam már így is lenni, hát nem tudom. Na, de suli, olyan felsőoktatási intézmény, amiben jól éreznéd magad? Hát néztem a Metropolitan Egyetemet, vagy esetleg a Corvinust. Igen, és nálad? Hát én történelem és magyar tanár szeretnék lenni, és én a Szegedi Egyetemet néztem és az ELT-t.